Kedves nézőink, a víkend második részét hajápolással kezdjük, bár mostanában még esős az idő, de hamarosan itt az igazi nyár, a proféta beszéljen belőlem, amire Lukovics Imre segítségével készítjük föl a hajunkat. Sziasztok! Szia. Hát Imi, te már nagyon ügyes voltál, előre dolgoztál, úgy látom egy igazi nyári frizurával készültél, Marica haját meg is fontad, de mondjuk, nem tudom, egy ilyen fonást, az bárki el tud sajátítani, vagy ahhoz hairstylistnak kell lenni, hogy egy ilyet megcsináljon? Megfelelő gyakorlás kérdése, tehát minden elsajátítható. Hogyha sokat gyakorlod, akkor persze mindenki meg tudja csinálni. Hát ez lehet, hogy bármivel így van, de azért mégis a te szakmád az azért egy művészet. Tehát amikor betér valaki a szalomba, és mondjuk ránézel, akkor gondolom, hogy valahogy bele is álmodsz már egyből valamit abba a következő egy-két órában, ami történni fog. Mennyire bízzák rád magukat az ügyfelek mostanában? Mindig azért egyre nagyobb bizalmat érzek ugye a vendégek részéről. Meg nálunk mindig fontos az, hogy konzultáljunk arról, hogy mit szeretne a vendég. Tehát hogy ennek megvan egy metódusa, hogyan, mi az elképzelése. Hát hogy végül is én vagyok a stylist, és én nekem a dolgom az, hogy vezetni a vendéget, az, hogy ő mit akar. Mert néha a szavak nem jellemzően nem azt mondja, amit akar igazából. Uh-huh. Szóval ez olyan, mint egy kicsit az orvos és a beteg viszony, és akkor kérdezgetni kell őt folyamatosan ahhoz, hogy oda eljussunk, hogy ő mit akar valójában. Hogy megmerje mutatni az igazi kis vágyait. Hát egy jó frizura ugye nagyon sok mindenen múlik, de hát azt szokták mondani, hogy az a jó, amit utána otthon is tudunk kezelni, meg hogyha fölkelek és egy picit beszárítom, akkor majdnem olyan, mint amikor a fodrászüzletből kijöttem. De ez a rengeteg szárítás, meg vasalás, meg göndörítés, meg mindenféle, amit már ugye otthon is az emberkék, főleg a csajok megcsinálnak, ez általában azért igénybe veszi a hajat. Föl lehet készíteni a frizuránkat mondjuk már a nyárra, az erős UV-sugárzásra, esetleg a sós tengervízre. Vannak-e ilyen jó kis termékek, amit ajánlanál? Persze, mindig én azzal, amíg termékcsaláddal dolgozom a szalomba, ott minden szezonban megjelenik egy olyan termékcsalád, kicsit felújítva, kicsit másképp, de van egy ilyen kifejezetten arra való, ami nyári termékcsalád, uh-huh. Nyári hajápolás, megfelelő UV-védelmet biztosítani kell a hajnak, ápolást, a sós tengervíz, ha szárítja a hajat, szóval ezeket mind kezelni kell. Egy nyaralás alatt, vagy pedig a színét ápolni, hogy ne fakuljon ki a nyaralás alatt, ne nézzenek ki rosszul azok a képek, amit éppen szelfizés közben készítünk magunkról. De most ez, amikor erről beszélsz, akkor én a hölgyekre gondolok. Ugyanez érvényes a fiúk hajára is, hogy is ugyanúgy kell, nem tudom, kenegetni, vagy elég szimplán egy zselé, egy kis sampon és minden rendben. Ott a legtöbb termékünk az már tartalmaz egyfajta UV-filtert, szóval így, de nyilván inkább a hölgyek. Hölgyek ez a réteg, akit ki kell szolgálni ilyen termékkel. Na, még egy picit a fonatokhoz kanyarodjunk vissza. Egyrészt, Marica, neked hogy tetszett az elkészült kis fonat, amit most kaptál itt pár perc alatt? Szerintem ez nyárra, akár strandra, akár hétköznapokon is egy teljesen jól hordható fonat egyébként. Én szeretem hosszú a hajam, azért mondjuk a nagy melegben nem szívesen engedi az ember szét, úgyhogy én szeretem. Praktikus, de mondjuk egy ilyen bonyolult fonatnak is neki ugrasz? Hát a saját hajamon nem. Nyilván ezt sajnos magának szerintem az ember nem biztos, hogy el tudja készíteni, legalábbis nekem nem megy, úgyhogy nem. Vannak egyébként, Imi, mondjuk most ilyen különböző trendek ebben a hajfonásban? A mai műsorban fesztiválokról is beszélgettünk, meg koncertekről. Vannak-e esetleg ilyen buli fonatok, vagy fesztiválfonatok? Alakul egy olyan trend, ahol ilyen használunk egy póthajtípust, és ez ilyen színes fonatok, tehát ez egyfajta ilyen szintetikus haj, amit bele lehet fonni a fonatba, uh-huh. És ez akár lehet egy ilyen fesztiválon egy ilyen felkapott dolog is. Ez alakulóban van, lehet, hogy nem most, jövőre, vagy máskor, de már felfedezhető egy ilyen trend. Még a rasta jutott eszembe, ami így a fesztiválokhoz köthető. Ahhoz elég annyit csinálni, hogy az ember nem csinál semmit? Vagy ez attól egy kicsit bonyolultabb? Nem, attól ez egy kicsit bonyolultabb történet a rasta. Ott azért ugyanúgy van egy sodrás, meg tehát így póthajazni kell.
Tehát azt, az egy attól komplexebb, összetettebb dolog. Hogyha az ember betér egy ilyen fodrászkellék, vagy tényleg kifejezetten ilyen speciális hajápolási termékeket forgalmaz üzletbe, akkor sokszor elriad az áraktól, és azt mondja, hogy hú, hát én ennyit nem adok érte, meg próbálok egy olcsóbb készítményt. Te hogy látod, mennyire igaz ez mondjuk ezekre a termékekre, hogy tényleg drágábbak a minőségi dolgok, vagy akár mondjuk házi keverésű pakolásokkal is meg lehet próbálkozni? Hát én nem hiszek az otthoni kutyulásban. Kutyulásban nem igazán. Nálunk csak professzionális termék kapható a szalomból, abból is a prémium és a luxus felső kategória. Mi csak ezeket ajánljuk és ezt használjuk a vendégeinknek, és ez kapható nálunk. Nekem az a véleményem, hogy igazából csak professzionális eszközzel lehet valamit igazán jobbá tenni. Tehát egy ilyen rossz minőségű, vagy egy majonészt rákenünk a hajunkra, attól nem lesz jobb a hajunk. Főleg egy finomabb, ha lenyalogatjuk. Vagy egy bármilyen, nem tudom, most itt eljed ez a ricinus olaj, én ezt annyira cáfolnám, hogy ez ettől nem fog megnőni. Nagyanyáink is ezt csinálták, ricinus olajat kentek rá, meg tojást. Megváltozott ennyire az emberek hajszerkezete? Vagy csak azért nem kentek nagymamáink mondjuk ilyen dolgokat a fejükre, mert egyszerűen nem létezett? Hogy van ez? Hát itt már ilyen komolyan laboratóriumokban fejlesztik ezeket a termékeket, amit nálunk is kapható. Szóval egy ricinus olajra azon már nem kell mit fejleszteni. Itt például van olyan molekulákat fejlesztenek, ami a hajnak a fehérje szerkezetét, tehát itt kémiailag nézik ezeket a dolgokat. Van egy ilyen természetes vonal is egyébként, ami terjedőben van, hogy természetes összetevők 98-90-100%-ban természetes hajápoló anyagok. Tehát ez egy ilyen trend végül is. Illetve hát azt gondolom, hogy lehet, hogy a nagymamáink idejében nem volt ennyire szennyezett a levegő, nem volt ennyi stressz, és egyetlen az életvitelük is más volt, és lehet, hogy abban, nem tudom, 80-100 évvel ezelőtt még megfelelő volt tényleg egy házi szappannal történő hajmosás, hát azóta bizony nagyot változott a világ. Még egy pár gondolat arról, hogy például nyáron gyakrabban kell hajat vágni, vagy hagyjuk, hogy tényleg akkor nőjön, mert hogy süt a nap, nem tudom, tehát van-e a haj és a fű között némi párhuzam, vagy meg kell mindenkinek találni a maga kis ritmusát, ami évszaktól független? Szerintem benne van a kérdésedben a válasz, igen, ahogy a fazonunk már nem bírja el azt a növekedési hozt, akkor érdemes már ellátogatni a fodrászhoz. Ugyebár nem áll jól a hajunk, vagy pedig ha száraz, akkor vagy töredezett a vég, akkor egy ilyen egészségügyi hajvágást azért érdemes. Találkoztál olyan emberkével, akinek tényleg nagyon tönkre volt menve mondjuk nyár végén a haja, az szinte egy ilyen kócszerű képződmény volt, és ha igen, akkor mondjuk mennyi idő alatt lehet ebből normális frizurát varázsolni a speciális eszközökkel és ápolási termékekkel? Hát elég gyakran találkozok ilyet, pláne új vendégekkel. Sőt, elég gyakran jönnek hozzánk ezzel is, hogy tönkretették, kémiailag roncsolták a haját, és mi egy hajápoló szalon is vagyunk, ezért gyakran ellátogatnak hozzánk ezzel, hogy tönkre van téve a hajam, kérlek, hozz rendbe imét, ajánlj valamit, tegyétek helyre, rossz a színe, rossz a minősége, szóval ezen dolgozunk szinte nap mint nap. Akkor ez nem csak a nyárra, hanem minden évszakra vonatkozik. Hát köszönjük szépen!